Itt a kánikula, a hőmérők az egekbe szöknek, és a hőséget csupán a strandokon, a vízparton lehet igazán elviselni. Ilyenkor könnyebben legurít az ember egy-egy hideg sört, vagy más alkoholtartalmú italokat, ne adj Isten, egyéb tudatmódosítószerek hatása alatt mennek be a vízbe úszni egyet. Ez azonban nem kis kockázattal jár, hiszen bódult állapotban sokkal könnyebben érhet bennünket baj a vízben. Hogy pontosan milyen veszélyekre kell odafigyelnünk, és mit tehetünk, ha már bajba kerültünk, Molnár Jánossal, a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat vízimentőjével beszélgettünk. Tudatmódosult állapotban sokkal vagányabbak, sokkal bátrabbak, el is hiszik azt is, hogy tényleg nagyon jól tudnak úszni. Egészen addig nincs baj, amíg ez egy medencébe belecsobbanásba, labdával szórakozás, egyéb más. Nyilván egy zárt medencében történik, ez addig nincs gond. Nyilván ilyenkor már sokkal jobb, illetve sokkal nagyobb a baj, hogyha élő vízbe mennek, mint például akár a Tiszába, vagy bányatavakba, és a többi. Az úszástudás felmérése ilyenkor az önmagának nem mindig sikerül kellőképpen a szintet beállítani, hogy milyen veszélyek is lehetnek itt az élővízen. Maradjunk a Tiszánál. Ugye kijelölt fürdőző terület, ott nagyon jó belátható vízimentő részére is az a terület, de ott is előfordul, hogy nem méri föl úgy az úszás tudását, főleg, hogyha már a sodrással szembe próbál megúszni. Előfordul, hogy idő előtt elfárad. Na most, hogyha elfárad, akkor már nem akkora sebességgel tud úszni, nem olyan a légvétele. Ilyenkor jön a pánik, hogy úristen, nem tudok kijutni a partra, akkor most mi lesz velem? Na most ehhez a eleve bódult állapothoz jön-e a fáradtsággal járó légszomj, púzus emelkedés, és hozzá még a pánik. Na ilyenkor szokott az történni, hogy akkor, ha van személyzet, akkor természetesen fölfigyel az ilyenre, mert látható már a parton, hogy ezek a személyek már több figyelmet kell, hogy kapjanak, mint egyéb más fürdőző. Vagy hogyha nem egy fürdőterületen van, hanem egyéb más területen, akkor még ennyi esély sincs, hogy egy vízimentő a helyszínre menjen, vagy ott közbe tudjon lépni, mielőtt még nagyobb baj van. Ezek a önjelölt bátor úszók, annak nevezik magukat, akár másokat is tudnak ilyen szempontból veszélyeztetni. A társát vonza magával, gyere, menjünk be, tehát már duplázódik azoknak a személyeknek a száma, akivel baj lehet. Ezek az alkalmak szerencsére nem olyan gyakran fordulnak elő, de mégis meg kell, hogy említsük, hogy ilyenkor nagyon jó buli bármilyen szórakozást csinálni, kicsit bódult állapotba. Föl szoktuk hívni a figyelmet, hogy ha ezt máskor is szeretné, ne a vízbe csinálja, hanem kint a parton. Hogy legyen következő buli, meg egy év múlva beszéljenek arról, hogy itt milyen jó buli volt, ne pedig egy év múlva egy megemlékezés legyen egy barátunkról, aki sajnos a vízbe ott maradt, és nem tudtunk rajta segíteni. Élővizeknél gyakorlatilag a víz átláthatatlansága miatt az elmerülés pillanatáig, ugye látjuk a bajba jutottat, addig van nekünk időnk nagyon gyorsan cselekedni, hogy minél hamarabb a helyszínre tudjunk érkezni. Az elmerülés pillanata után gyakorlatilag már egy ilyen sodrásban másodpercekkel később már 3-4-5 méterre már arrébb van, tehát már a sodrás viszi magával. A felszínről, vízfelszínről nem látszik. Árulkodó jelek vannak, buborék, esetlegesen próbál még följönni, láthatóvá válik akár a ruházat, vagy a karja próbál kinyúlni a vízből. Ott gyakorlatilag másodpercek vannak, addig, amíg tényleg meg nem történik a tragédia. Ha megtörténik a baj, amikor menteni kell, akkor olyankor nincs mese. Nem foglalkozunk azzal, hogy már szóltunk neki kétszer, miért ment oda, természetesen a feladatunkat végezzük. Nagyon nagy önuralomnak kell ilyenkor lenni. Abból a szempontból, hogy ez túlélhető legyen, és ha már tényleg kialakult egy pánik, és már nem biztos abban, hogy ki fog jutni a partra, akkor gyakorlatilag, ha eszébe jut,
És ez egy nagyon jó tanács bárkinek, nem csak akik bódult állapotban mennek a vízbe, és úgy alakul ki a pánik, hanem akár egy épésszel vízben menő emberke is, aki lehet, hogy nem mérte jól föl a távolságokat, és egy Balatonnál, hogyha beúszik, az egy idő után vissza is kell úszni, ha csak nem egy nagyon jó úszó és a túloldalon várja valaki. Tehát ott egy hanyat fekve föl a víz tetejére, gyakorlatilag egy lebegés, minimális olyan pici karlábunka, hogy ne süllyedjen le a víz alá, ezt bárki meg tudja csinálni. Azzal, hogy már fölfekszik a víz tetejére, levegőt tud venni. Azzal, hogyha kevesebb munkát csinál a karláb, már energiát spórol, ha még egy pici nagyobb levegőket is tud venni, mint az addigi pánikban a felfokozott légvétellel, akkor már a keringés is vissza tud állni, energiát nyer, és ez nem több 15 másodperc. Annyi pont elegendő arra, és lehet, hogy végig tudja a 15 másodperc alatt gondolni ismételten az, hogy úristen, most majdnem meghaltam, és hogy de jó, hogy most egy picit, rászántam 15 másodpercet, ami a végkifejletnek hogy mi lesz a vége, tehát nem mindegy. Hogy most megint csak katasztrófa van, vagy pedig volt egy tanulságos eset, amiből ugye máskor nem biztos, hogy meg fogja ezt csinálni.